Szorgalmatos. Szorgalmatos lakói 2001. február 11-én döntöttek új község alapításáról. 2002 óta önálló község Szorgalmatos. Több mint 1000 lakosával Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati csücskében, a Tiszavasvári járásban, Tiszalök és Tiszavasvári között található. A honfoglaláskori leletek tanúsága szerint már akkor is éltek itt emberek. A mai Szorgalmatos belterületét az 1920-as években mérnöki asztalon tervezték. Az áram, telefon, kábeltévé, gáz, víz, szennyvízhálózat minden utcán kiépült. Az utak aszfaltosak, a járdák térkőburkolatúak. Árnyos hársfasor alatt kerékpárút vezet Szorgalmatosról Tiszavasváriba és Tiszalökre. A Szorgalmatoson élő emberek szorgos, becsületes emberek, akik büszkék a település nevére. A községi piacon helypénz nélkül árusíthatják a termékeiket az árusok. A református templom 1997-ben épült a Révés család nagymértékű adományának és lakossági összefogásnak köszönhetően. A Mesekert óvoda két csoporttal, a Deák Ferenc általános iskola 8 osztállyal, modern felszereléssel, tornateremmel és tornaszobával működik. Az orvosi rendelő aktív szigetelési falakkal, napelemekkel 2014-ben épült. 2015-ben Magyar Territória Innovációs díjban részesült Szorgalmatos, és a legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázatán gazdálkodó település témakörben harmadik helyezést ért el. A közmunkaprogramban megtermelt zöldségek biztos felvevő piaca a 400 adagos konyha. A könyvtárban számos rendezvényen vehetnek részt a lakosok. Itt működik a digitális jólét program pont is. A képviselőtestület elkötelezett híve a környezettudatos életmód terjesztésének. A lakosok szelektíven gyűjtik a hulladékot, komposztálják a zöld hulladékot. Az önkormányzati épületek zöme szigetelt, napelemekkel ellátott. A Kondi Park nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. A központi park árnyas fái alatt megpihenhetnek az átutazók. A falu határában 26 hektáros aracs legelő ősgyepe, gazdag bogár és növényvilággal. A felszín alatt geotermikus hőforrással. Távolabb a szőlőlapos 80 hektáros Natura 2000-es természetvédelmi területe található.